Ez így is van, folytatódik az egyenes beszéd méghozzá azzal a témával, hogy 100 új lőteret létesít a kormány, legalábbis ezt jelentette be Lázár János. Az LMP szerint felmerül a korrupció gyanúja, a szakemberek szerint a régi lőtereket kellene sokkal inkább felújítani. Hogy vajon fegyverekkel indul-e Brüsszel ellen csatába a Fidesz? Ez is akár egy kérdés lehetne. Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter. Ez jó estét kívánok! Kedves Csokom, jó estét kívánok! Ön hogyan értékeli? A Fidesz minden egyes döntését azt szerint érdemes megvizsgálni, hogy mennyire szolgálja az ő hatalmi érdekeiket, illetőleg, hogy pénzügyileg mennyi kapitalizálható számukra. De a honvédelmi miniszter volt, szükség van ennyi lőtérre, vagy most, vagy ez minek köszönhető? Nézd, ez ön szerint milyen koncepció állhat mögötte? Na hát ezt nem tudjuk, ezért mondom, hogy a hatalmi érdekeket kell mindenek előtt megvizsgálni. Alapvetően valószínűleg arról van szó, hogy szeretnék ebbe a háborús retorikával túlfűtött hangulatba segítséget nyújtani azoknak, akik szeretnek lőni, akik szeretnek fegyverrel foglalkozni. Ezek érdekes módon nem mentek katonának. Meghirdették az ezzel az erővel a vadásztársaságokat is lehetne szupportálni. Ezzel az erővel akár azt is lehetne, de akkor, amikor a miniszterelnök ezt megfogalmazta jó fél évvel ezelőtt, akkor 100 vívóteremről, lovardáról és lőtérről volt szó. Akkor őszintén szólva, most megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy őszinte legyek, akkor azt mondtam, hogy ez egy agyament ötlet, és egész biztosan nem lesz belőle semmi. A most elkülönített 17 milliárd forint, amit erre szánnak, az 40 lőtér létrehozására elegendő, ami azért lőterenként 400 millió forintot jelent, miközben a telekért nem kell fizetni, azaz van benne pénz, van Na, benne mozgástér. Erről beszéljünk egyébként. Mondja el nekem, hogy mennyibe kerül egy lőtér, ott mit kell kialakítani, és nagyjából ennek mekkora a költsége, a fix beruházási költsége. Nézd, hát lőteret már, hogyha olyat, mint amit a kormány szeretne, amit sokan látogatnak, és nem egyszerűen csak kis sportpisztolyokkal lövöldöznek rajta, illetőleg benne, akkor ezt egyébként településeken kívül, jól elkülönített helyen, úgyhogy körbe van véve homok sánccal, hogy ne lehessen kilőni, így kell elképzelni. Tehát, hogy kell nagyjából egy U-alakú gátszerűt képzeljen el minden kedves néző, ami arról szól, hogy körbe zárják azt a területet, ahol maga a lövészet zajlik. És 100-200 méteres hosszúságú, vagy mekkora ez? Akár. Attól függ, hogy... Tehát akkor nem hektárokról beszélünk. Nem hektárokról beszélünk, itt nem nagy területekről van szó, ugyanakkor, hogyha védelmi sávokat hozzáveszünk, már pedig még így a földmunka kialakításával is védelmi sávokban kell gondolkodni, akkor azért elég nagy területről van szó. De ezt a kormány gyakorlatilag az önkormányzatoktól ingyen elveszi, ha jól értem. Kérte. Igaz, és megbízta a honvédelmi minisztert, hogy az ingyenes átadásról gondoskodjon. No most az az önkormányzat, amelyik akar lőteret... Ezt egyébként, bocsásson meg, jogilag megteheti? Hát mennyi minden nem tehetnek meg, és mégis megteszik. Igazság szerint erős presszióval a kormány bármit el tud érni az önkormányzatoknál. Ugyanakkor állítom, hogy van ma 40 önkormányzat, amelyik örömmel és dalolva azt mondja, hogy fölajánlok földterületet, és itt nálam kezdjétek el építeni a lőteret, még akkor is, hogyha ott egyébként erre vonatkozóan igény nem jelentkezett. Egyszerűen az önkormányzatoknak létkérdés az, hogy fejlesszenek, létkérdés az, hogy megmutassák, hogy mi is gyarapodtunk, haladtunk, jutottunk előre. Nagyobb önkormányzatoknál, nagyobb lakosságszámnál talán már lőni is akarnak néhányan, akik ezt használnák. Ez elegendő arra, hogy az önkormányzatok kívánatosnak tartsák ezt a beruházást. No, de térjünk vissza ennek a kialakításához, meg ennek a financiális vonzatához. Tehát akkor nagyjából kell egy
100-200 négyzetméteres, vagy méteres, hát, nem, így van, méter hosszúságú, körülbelül, és nem tudjuk, van, hogy mekkora, van, igen, szélességű terület, amelyet homokzsákokkal kell körbevenni. Nem homokzsákokkal, nem. Ezt mint egy folyógátat képzeljenek, igen, el, tehát egy ilyen katlanszerűt kell elképzelni. Jobbára ilyenek a lőtérkialakítások, azaz az a lényeg, hogyha nem valaki voltam még lőtéren, bocsánatos bűn. Bocsánatos bűn, én magam sem sokszor, de ezek a lőterek úgy vannak kialakítva, hogy ilyen földsávot képzeljenek el, amit nagy gépen föltolnak, így van, pontosan, igen, így van, amit nem lehet átlőni, ami nem okoz baleset veszélyt. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy itt ki kell válni egy földterületet, igen, vagy igen, pedig mesterségesen létrehozni akkor ezt a sáncot? Mind a kettő lehetséges, mind a kettőhez sok-sok föld kell, és erőgépek. Csak próbálok rájönni, hogy 40 lőtérben mi kerül 17,5 milliárd forintba, akkor, hogyha ez kell csak hozzá. Hát ön boldog, hogyha csak ez a probléma. Engem az is érdekelne, hogy az autópályák miért kerülnek annyiba, és sok minden más. Jó, de ma a Fidesznél túl vannak árazva. Tehát egyszerűen ebben már jó, bekalkulálják de nem értem, az alkotmányos költséget is. Jó, de nem értem, tehát az önkormányzat odaadja ezt a területet. Így van. Megjelenik a örömmel, így van, így van, így van. Aztán utána ezt a bizonyos sáncot létre kell hozni. Így van. És még mi van benne költség? Hát attól függ, hogy az állam az üzemeltetés infrastruktúrájához miképpen akar hozzájárulni. Tudnilik, fegyvereket kell tárolni, mert ez nem úgy van, hogy otthonról fogom a kis puskámat, és azzal elbattyogok, hanem ezek többnyire ott vannak, ezekhez lőszereket kell tárolni, különböző céleszközöket kell tárolni, azaz nyilvánvalóan bizonyos... olyan épületek, így van, olyan épületek szükségesek, amelyek biztonságosak, amelyek elvileg a külső behatolás ellen védettek. Tehát fel kell építeni akkor egy épületet. Így van, jobbára igen. Akkor a lőteret úgy kell kialakítani, hogy abban meglegyenek azok a bizonyos sávok, ahol van, egyenként lehet lőni. Puskákat kell venni, gép... Ezt jobbára lövészegyesületek szokták, de ezeket valahol ott a környéken tárolni kell. Így van. Ezeknek van akkor egy tárolási költsége. Na jó. Reálisnak tartja 17,5 milliárd forintot 40 darab lőtérre? Nézd, én sokallom, egyáltalán azt nem értem, hogy a kormány miért akar egészen pontosan 40 darab lőteret. Helyesebben tévedek, mert... Tudja, hogy még 67-et akarnak ezen kívül második ütemben? Értem. Tudnélik, ebből az összegből mondjuk meg tud venni 4 CT-t, ami az egészségügy globális problémáján nem igazán segít, és az emberek nem veszik észre. A 40 vagy éppenséggel majd későbbiekben 100 lőtér, a 100 különböző településen üzeni azt, hogy mi itt voltunk, építettünk, csináltuk, nektek adjuk, támogatásotokra várunk, miközben egy olyan törzsközönséget tud megszólítani, amely, fegyverbarát társaság. Ja, úgy érzi, hogy Magyarországon akkor van ennek egy olyan törzsközönsége, ahogyan ön fogalmaz? Mindenütt van. Mindenütt van törzsközönsége ezeknek, tehát a férfiak egy jelentős része szívesen kipróbálja magát, szeret lőni. Az más kérdés, hogy egyébként szívesen jár-e, még más kérdés, hogy ezért ő befektete a későbbiekben, azaz a saját pénzéből vásárol-e szolgáltatást. Ezt úgy kell felfogni, hogy sportolási célokat, közösségi célokat is szolgálhat. Ugyanakkor itt és most az ország jelenlegi helyzetében valószínűleg teljesen fölösleges kiadás. Na, ezen a ponton kérem meg akkor a kollégáimat, hogy adjuk be azt a bizonyos plakátot. A Fidelitasnak a plakátjáról van szó, amelyen felfegyverzett határőrökkel hirdetik meg a csatát Brüsszel ellen. Láthatja most ön is azt a plakátot. Az igazi csata csak most kezdődik címmel. Ugyanezekre az érzelmekre játszik rá, mint amikről ön beszélt? Tehát, hogy ön szerint ez miről szól, ez a plakát?
arról a háborús retorikáról, arról a harcos üzenetről, hogy itt áll a Fidesz, megvédi ezt a szegény országot, mert mindenki csak bántani akarja, és ebben a mi fiatal fidelitásosaink, azok az élen vannak és ott vannak. Ha a kedves nézők bizonyosan néznek internetet, és az interneten látják, hogy a fidelitásos vezetők nem álltak kétszer sorba akkor, amikor mondjuk az észt vagy a rétori képességeket osztották. Nem lehet így általánosítani, ezt ön is tudom. Nem tudom, és ebben tudom, de ezt látjuk ebben. Ha most nem ezek a srácok rakták ki, mentségükre szolgáljon. Nyilvánvalóan megrendelés volt arra, hogy ilyen és ehhez hasonló üzeneteket legyenek kedvesek berakni a rendszerbe, az internetre és máshova, felkészítendő a fülekben, a kisagyban elrejtendő azt, hogy harc van, hogy küzdünk. Küzdünk Soros ellen, küzdünk a migránsok ellen, küzdünk a Jobbik ellen, küzdünk a baloldal ellen. Mert ebben eddig fegyverekről nem volt szó. Nem feltétlenül kötődik ez majd össze a konkrét cselekvés terepén. Nem feltétlenül arról van szó, hogy a 25. lépésnél majd az következik, hogy a most megépítendő lőtéren összeálló fiatal emberek gárdát alkotnak, és fegyverbe odaállnak majd valahova. Ennek a lélektanát érdemes megérteni. Azt üzenik a sajátjaiknak, hogy van mit vesztenetek, majd mi megvédünk benneteket, küzdünk, harcolunk, és azt üzenik mindenkinek, akik másképpen gondolják, hogy jó lesz vigyáznotok, mert mi harcolunk. És ezt ne úgy tessék érteni, hogy a szó fizikai értelmében ütünk, lövünk, hanem a szó verbális értelmében, a szó hangulati értelmében üzenik választási kampány előtt, hogy nincs mese, győzni kell. És a hatalmi érdekek itt kezdődnek. Ön volt honvédelmi miniszterként, hogyan látja ennek a felelősségét? Én nagyon szomorú vagyok, hogy a honvédelmi minisztert és általában a magyar honvédséget folyamatosan olyan belpolitikai ügyekbe rángatják bele, amiből ki kellene őket hagyni. Tudnék, a magyar honvédség az nem a Fidesz honvédsége, nem a Fidesz szavazó honvédsége, hanem mindannyiunké. Magyar állampolgároké, akinek az a kötelezettsége, az a küldetése, hogy védjék a hazát, ne tőlem, magyar állampolgártól, hazafitól, patriótától, hanem attól, aki adott esetben veszélyt jelent rá, és ne állítsanak olyan veszélyt elé. A határaink védelme az jelenthet ilyen valós veszélyt. Nézze, a határvédelem az Európai Unióban többnyire, és mi nálunk is egyébként az elmúlt esztendőkig, az rendőrségi, belbiztonsági kérdés volt. Alkotmányosan igyekeztek és igyekeznek Európa boldogabbik felében elválasztani a katonai jellegű feladatokat és a határvédelmi és határrendészeti feladatokat. Az, hogy most ez összeolvadt, az, hogy most gyakorlatilag nyugdíjba vonult katonákkal sokszor, akik lényegében kényszer munkavállalói ma a honvédségnek, mert hogy szolgálati nyugdíjban voltak, és azt üzenték nekik, hogy vagy visszavesszük a szolgálati nyugdíjatok egy részét, vagy pedig ti szolgáltok. Nagyon sokan vállalják ezt a szolgálatot. Ezekkel védeni, ez nem ugyanaz, mint amikor a magyar honvédség teljes erővel fölvonul, amikor a honvédség fő feladata ez. Nem jó az, hogyha a honvédség fő feladata a migránsok elleni határvédelem. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm.